Ez a sürgősségi szállás most 30 ukrán menekült otthona. A berlini Markus gyülekezet közösségi termében vagyunk. Az egyházája a menekültek tartózkodási költségeit. Berlinben szinte lehetetlen állandó lakhatást találni. Anna Zsuravszkaja és 8 éves lánya Anasztázia csak néhány hónapra találtak kiadó szobát. Most vissza kellett jönniük a szállóra. Anna még márciusban menekült el Odesszából 2 gyerekével. Nagyon féltem, amikor Ukrajnában azt mondták, menjek el, mentsem a gyerekeimet. Rettegtem attól, mi vár ránk egy idegen országban, ahol nem ismerem a nyelvet, az embereket és a mentalitást. De itt olyan kedvesen fogadtak minket. Az itteni önkéntesek nagyon elkötelezettek. Az egyház már fel is vette néhányukat. Ők most adományokat és élelmiszert szortíroznak, és a fordításban segítenek. Sokan közülük Oroszországból származnak, de itt a hozzáállás számít, nem a nemzetiség. Az önkéntesek mind kemény térre számítanak. 80 embernek van itt hely, de ha kell, 100-nak is. Szerintem készen állunk. Mindenben segíteni fogunk nekik, és befogadjuk őket. Auf jeden Fall. Most, hogy itt a tél, Berlin kormánya versenyfut az idővel, például itt, a korábbi reptéren is. Épp a frissen érkezetteket regisztrálják, akik aztán ideiglenesen itt élnek, míg tovább nem tudnak költözni, Berlinen belül vagy más német városba. A régi reptéren 2-400 fős fűtött sátor van. Már majdnem megteltek. Az év végéig a város további 10 000 menekült számára szeretne állandó lakhatást biztosítani. A célunk, hogy az emberek itt csak rövid ideig legyenek, és tudjunk nekik helyet ajánlani, ahová tovább költözhetnek. Jelenleg azonban gyorsabb ütemben jönnek, mint ahogyan helyet tudunk nekik szerezni. Vissza a Markus gyülekezethez. Egy ukrán család 2 csecsemővel most végre külön lakásba költözhet. Hónapokon át egy pici szobában laktak. Júlia, az édesanyja, megkönnyebbült. Mégsem tudja teljesen otthon érezni magát. Sok rokon még mindig Ukrajnában van. Mi itt élünk békében és nyugalomban, egy meleg, szép lakásban. Ők pedig még ott vannak, és az egész olyan bizonytalan. De próbálok a jelenre koncentrálni. Itt vagyok 2 gyerekkel, és nyugalmas életet kell teremtenem a számukra. A háború elhúzódik, és jön a tél. Júlia családja szerencsés. Főleg, hogy ukránok százai ragadtak a berlini befogadó központokban. Reményük egy állandó otthon.